A himnusz elhangzása után a testvérvárosok a németországi Kelneni Remstal, illetve a horvátországi Ogulinis Vír, valamint a székelyföldi Kézdivásárhely önkormányzati vezetői üdvözölték az 1970. április 1-ével várossá nyilvánított Dombovárt és annak lakóit. Az ünnepi köszöntők elhangzása után a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Ligorovics Zsolt Máté Mihály díjat adott át Gyulai korábbi polgármesterének Dobos Károlynénak. Szabolcs Loránd polgármester Dombovárért oklevéllel jutalmazta a dombovári kesztyűgyár férfi kézilabda csapatának azon tagjait és vezetőit, akik 4 évtizeddel ezelőtt kiváló eredményeket értek el a Tolnamegyei, illetve a másodosztályú nemzeti bajnokságban. A település tehetséges fiataljainak elismerésére szolgáló kitüntetések közül a Buzánszky Jenő sportdíjat a Dombovári Karatesuli Egyesület tagja Tóth Dominik érdemelte ki. Az Ambrus Sándor szobrászról elnevezett művészeti díjat Sallai Domokos Barna vehette át Kis Béla alpolgármestertől. A Dr. Péter Gyula díjat a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel büszkélkedő diákok közül 2018-ban a helyi Ír Gyula gimnáziumba járó Tóth Dániel kapta. A Dombovár város elismert közössége díjat a Dombovári Városi Horgász Egyesületnek adományozta a képviselőtestület. A helyi gazdaság kiemelkedően teljesítő szereplői számára létrehozott Ivanics Antal díjat a 26 esztendeje működő Pasa Ipari és Kereskedelmi Kft. Érdemelte ki. Amikor kitüntetéseket, elismeréseket adunk át, két dolgot teszünk. Köszönetet mondunk, és egyben példát mutatunk fel. Joggal kérdezhetjük, hogy e nagyszerű példákat kinek mutatjuk. Mi, akik a teremben vagyunk, látjuk, értjük, hogy a díjazottak mindegyike átlagon felül teljesített, egyszerűen fogalmazva tettek le valamit az asztalra. Szeretettel gratulálok még egyszer mindannyiunknak. De fiataljainkat, gyermekeinket vajon lázba hozza-e, felkapják-e a fejüket, hogy valaki díszjelvényes vagy díszpolgár lett? Korábban sokukat nem, viszont amióta bevezettük az ifjúsági díjakat, a példamutatás üzenete akaratlanul is eljut a bevehetetlennek tűnő generációhoz. Dombová város elismerő díszjelvényét ezúttal 4-en kapták meg. Grünwald Pálné, a Dombovár Kerneni Remstal baráti kör elnöke, Csáki László nyugalmazott pedagógus, Bódog Zoltán nyugalmazott gimnáziumi tanár, illetve Köbli Norbert, a mára híressé vált forgatókönyvíró. A Proopido Dombovár díszpolgári címről szóló egyik oklevele Szabó Loránd polgármester, dr. Szőke Sándorné nyugalmazott gimnáziumi tanárnak, helytörténésznek, a helytörténeti gyűjtemény egyik alapítójának adta át, illetve a dombovári születésű Kodály Zoltánné Péceli Sarolta énekművész érdemelte még ki a címet, aki a világhírű zeneszerző szellemi tárgyi hagyatékát méltóképpen őrzi és gondozza. A gálamisor zárásaként a dombovári kaposkórus és a pécsi mecsekkórus közös előadását hallgathatták meg a jelenlévők.